Sziasztok, nyertesek! Daily Win Sasson 9. rész, Bene Marci vagyok, és a mai epizód címe, mint olvastátok, hogy te vonzod be a faszfejeket. És ez a gondolat igazából onnan indult el, hogy rengetegszer jön elő olyan problémával ismerősünk, jöhet elő ismerősünk, hogy nem hiszi el, hogy ő csak a hülyéket, hogy ő csak a faszfejeket, hogy ő csak a pszichopatákat, hogy ő csak az idegbeteg lányokat, fiúkat, embereket vonzza be az életébe, hogy mindig ők találják meg. És itt nem gondolnak bele abba, hogy itt nem arról van szó, hogy ők vonzzák be ezeket az embereket, hanem hogy ők bevonzzanak rengeteg-rengeteg más embert is, viszont az ő szűrőik, az ő térképük alapján, ami szerint kémlelik a világot, ők csak ezeket az embereket veszik észre, mint potenciális partnerek, akik a faszfejek. Ergo, ők választják konkrétan, tudatosan ezeket az embereket. És ez egy olyan üzenet, amit baromi sok embernek kéne hallania, aki ilyesmivel küzd, hogy nem, ez nem egy külvilági probléma, hogy mindig akikkel ők elmennek, azok faszfejek, és az univerzumnak valamilyen hatalmas összeesküvéséből vagy abból annak folytán kerülnek mindig olyan szituációba, hogy ilyen emberek kerülnek eléjük, hanem egy gyönyörű mechanizmusnak, ami gyerekkoruktól indult és szépen fölépült tínézser korukban, annak az eredményeként ők ott vannak, hogy ők csak ezeket az embereket választják, pedig tucatnyi egyéb embert is bevonzanak, olyanokat, akik abszolút nem vesznek, akiket abszolút nem vesznek észre, hiszen ők nem léteznek, nem hiszik el, hogy ők megérdemelhetnek ilyen embereket. Ami meg visszavezethető ugyebár arra, hogy oké, akkor milyen értéket is képviselsz te a saját számodra? Mennyire van meg az a fajta szereteted magad felé, hogy elhiszed magadról azt, hogy elég jó lány, fiú, nő, férfi vagy ahhoz, hogy azt a fajta férfit, nőt, lányt, fiút, akit kinéztél magadnak, akinek örülnél, hogy melletted legyen, akire vágysz, azt megérdemled. Mert hogyha az jön elő, hogy Brad Pittnek a poszter elóg még mindig a faladon, és arra emlékszel, hogy ez de jó lehet, aki ugyebár pontosan egy olyan ember, akit soha nem tudnám megkapni, ergo ezzel beigazoltatod magad felé, hogy neked soha nem lesz olyan csávod, mint a Brad Pitt, mert hát, hogy ő egy színész, meg hát ő nem lehet, de nem veszed észre, hogy egyrészt ő is egy ember, azok a fajta dolgok, amiket te ráaggatsz, azok a jellemzők, azok megtalálhatók körülötted lévő emberekben is, ugyanúgy, és jó, talán nem azért a kipöccintett este, de az meg egy a rengeteg dolog közül, ami egyébként vonzóvá tud tenni egy embert. Ott van az intelligenciája, ott van a hajtása, ott vannak az értékrendjei, ott van az elkötelezettsége. Rengeteg olyan jellemző, ami túlmutat azon, hogy hogyan néz ki. Egy fontos dolog lehet, egy fontos kezdeti vonzódási tényező lehet, de messze menően apró részét képzi annak az egésznek, ami egyébként vonzóvá tud tenni egy másik embert. Úgyhogy ezt vizsgáljátok meg, hogy mennyire szeretitek önmagatokat elsősorban. Ezt mivel tudjátok kimutatni magatok felé? És hogyha az ember az tényleg azzal küzdik, ismerősötök, hogyha van ilyen, hogy ő mindig a hülyéket vonza be, akkor folytsatok vissza a beszélgetést arra, hogy ezt te választod. Rengeteg más ember van, aki vonzónak tart, aki azt gondolja, hogy szexi vagy, aki azt gondolja, hogy okos vagy, aki azt gondolja, hogy jól csinálod azt, amit csinálsz, hogy helyeden vagy az életben.
Viszont te egy valamilyen fajta meggyőződésből, ezektől a fajta emberektől automatikusan elfordulsz, és nem veszed őket komolyan, mert hogy potenciálisan magadról sem hiszed el, hogy te ilyen ember vagy. Úgyhogy jó kutatás mindenkinek, remélem adtam ezzel is egy kis perspektívát, talán bizonyos dolgokra az életben. Jövő héten pedig folytatjuk, és elkezdünk a spirál dinamikának a mélyére esni. Remélem velem tartok, akkor is share your win, win more, be more. Szép vasárnapot!